Az alapítvány alapvetően nagyon sokrétű, és mi a gyűjtemény egy pici részlete vagyunk. Elsősorban szorványgondozás, vagy szorványvidéknek, a magyarságának a megtartása a fő cél, a hivatás. Tehát Kallós Zoltán, amikor megalapította az alapítványt, akkor elsősorban ugye arra gondolt, hogy a válaszúti magyar oktatást azt újra kell indítani, illetve a válaszúti magyar népművészetet, folklór tovább kell adni. Az ő személyes meggyőződése és szerelme volt a műtárgyak, vagy hát akkoriban még nem műtárgyak iránti vonzalom, tehát ő a gyűjtései, folklor gyűjtései során gyűjtögette ezeket a tárgyakat, ből egy akkora gyűjtemény jött létre, ami már képes bemutatni itt a környéknek a kulturális jellegzetességeit. Nagyjából 7000 tárgyat számlál most a gyűjtemény. Ez a tárgyi anyag. Emellett van egy óriási fotó adatbázis, ami szintén hozzánk tartozik, illetve a folklor gyűjtések, amit pedig 14000 dallamban szoktunk meghatározni. Tájegységek találhatók meg a gyűjteményben. Kallós Zoltánnak a fő gyűjtő területeiről emeltünk ki úgynevezett tiszta szobákat, tehát azok a területek, főleg az általunk bemutatott területek, ahol ő életvitelszerűen élt és dolgozott. A legtöbb területen tanítóként tevékenykedett, így került a kiállítási koncepcióba Kalotaszeg, ahol tanítóként dolgozott a pályájának az elején. Utána elkerült ugye Moldvába, 1956-ban Moldvában volt tanító, ami egy olyan terület volt számára, ahova tudatosan készült, és egy óriási nagy szerelem lett belőle. Úgyhogy Moldva is természetesen bekerült a bemutatási koncepcióba, és mezőségen töltötte ugye az idejének a nagy részét. A rokonsága az nagyon szerteágazó, a baráti köre még inkább, tehát ez a mezőségi régió az, amit mi elsődlegesen bemutatni szeretnénk, illetve van egy szász és egy erdélyi román tiszta szobánk is, hiszen az anyagban található sok tárgy ezekből a régiókból is. Mit tartottatok fontosnak bemutatni? A kiállításnak a nagy részében tiszta szobák láthatók. Azok a tárgyak, amik az ünnepeknek a fényét hivatott emelni. A vetett tárgy, a láda, amiben a viseleteket gyűjtik össze, és hát a falakra is mindig dekoratív textíliákat, később fényképeket, ugye kerámiákat raktak ki díszítésképpen. Miért volt fontos annyira Kallós Zoltánnak válaszút? Válaszút az egy ilyen biztos pont volt az életében. Egyrészt ugye itt született, úgyhogy nagyon sok tárgyat már korán-korán kezdett itt gyűjteni válaszúton. Tehát a folklor gyűjtések tekintetében is az első gyűjtések azok itt válaszúton történtek. Ide köti, tulajdonképpen ez volt az origó. Vagy egy nagyon nagy szociális hálója volt, ami szerintem követendő példa mindannyiunk számára, tehát a közösségben való élet az egy nagyon-nagyon fontos dolog volt a számára, ami azt hiszem, hogy az alapítványnak az életén is érződik, tehát a barátságok, az ismerettségek, szakmai kapcsolatoknak egy ilyen biztos pontja az alapítvány.